Miért hívjuk káros földsugárzásnak? A földsugárzást? Valamelyik földsugárzást? Azért, mert az emberi szervezet számára káros földsugárzással foglalkozunk csak. Van több fajta földsugárzás, de azokkal én nem szándékozom most foglalkozni, csak azokkal inkább, ami a számunkra káros vagy veszélyes. Van még egy földsugárzás, amit megemlítenék, ami pozitív földsugárzás, ami említése méltó a mai nap, úgy gondolom, és az elkövetkezendő napokban főleg föl fog erősödni ennek a pozitív földsugárzásnak az ereje. Úgy hívják, hogy Szent György vonalak, pozitív sugárzások Szent György vonalak. És pont aktuális, ugye, mert április 24-én van Szent György napja. Ennek tiszteletére és örömére fogunk szervezni egy kirándulást, méghozzá Dobogókőre, ahol a Föld szívcsakrája is van, és 8 pozitív zóna csillagpontja. Ahol ilyenkor Szent György nap előtt egy héttel, és utána egy héttel felerősödnek a Szent György vonalak, majd hogy nem megduplázódik az erejük, és ezáltal nem csak lelkiekbe tudunk föltöltődni, mert ugye egy szakrális helyen az ember föl tud töltődni lelkiekbe, hanem energetikailag is csodálatos élményekkel gazdagon jöttünk haza tavaly is, olyan ember is, aki 200 méterre csak alig bír tovább menni, és a 6 kilométeres utat járta. És csak azt mondta, hogy nem értem, nem értem. Hát mi értettük? Tehát itt beszéltem a Hartmann zónák. Tehát a Hartmann zónák és a vízerek, ami az emberi szervezet számára káros. Ugye azért, miért káros? Azért káros, mert ha fölé fekszünk, akkor elviszi az energiánkat, lecsökken az auránk, ha lecsökken az auránk, akkor meg tudunk betegedni. Hogyan? Többféle módon. Majd erről is beszélni fogok. A Hartmann zónákról beszélnék először. A Hartmann zónák észak, dél, kelet, nyugat, 2 méterenként és 30 centi széles az egész. Tehát észak, dél, kelet, nyugat és 30 centi széles. 2 méterenként közte, így is, így is. És ha ezekben a vonalokban, ahol vannak ezek a Hartmann zónák, az éjszaka, amikor pihenni kellene, ugye, azért fekszünk be, hogy pihenjünk, ha ebbe belefekszünk, akármilyen formátumban, akkor elviszi az energiánkat, és megbetegszünk. Elsődlegesen ízületi problémákat, utána a későbbiek során pedig belső szervi problémákat tud okozni. A másik olyan földsugárzás, a föld alatti vízerek, patakok. Ennek se iránya, se nagysága, se szélessége nem meghatározható. Lehet ez akár 30-40-50 méter mélyen is, de mégis befolyásol bennünket, úgy mondjuk, hogy elmossa az energiánkat. Ha valaki vízér földsugárzás fölött fekszik, akkor igenis elmossa az energiát, és minden ízülete gyulladásba kerül. Ezért, ha valaki vízér földsugárzás fölött fekszik, akkor azt nem is szoktuk megcsontkovácsolni, vagy csontrakás, nem tudjuk végrehajtani, mert miért? Mert minden ízülete gyulladásban van. Ha gyulladásban van, és ezt kimozgatjuk, és visszafekszik a vízérbe, belobban az egész, és bődöletes fájdalmai keletkeznek, úgyhogy le is felmennünket biztos elemlegetni. De erre nincs szükségünk, hogy inkább nem csináljuk meg. Hát erről már beszéltem is, hogy hogyan okoz problémát, ugye, tehát mint az előbb is említettem, hogy lecsökken az auránk, lecsökken az energiánk, és ugye nem csak az, hogy ízületi problémákat okoznak a földsugárzások, hanem belső szerveink is energiahiányosak lesznek, tehát nem, alul működnek. Akár vagy a gerincnél görcsbe rándul az izomzat. Ha görcsbe rándul az izomzat, az idegszálakat összeszorítja, nem működik úgy a rendszer, elpad. Ugyanúgy, mint amikor egy slagra rálépünk, hogy akkor nem megy olyan nagy intenzitással a víz abban a slagból, ahonnan kellene, hanem lecsökken. Tehát ugyanígy a vezérlés is lecsökken. Ha lecsökken a vezérlés, akkor nincs megfelelő működés. Vannak olyan állatok,
és növények, amelyeket szeretik a földsugárzást. Ebből egy párat felsoroltam itt, hogy ami a legjellegzetesebbek. Tehát a macska szereti a földsugárzást, a földsugárzásokat szeretik a hangyák, a kígyók, a vírusok, a bacillusok és a baktériumok is. Ezek szeretik. Tehát, amit az előbb beszéltünk róla, hogy a földsugárzás fölött fekszünk, energiánk lecsökken. Na és akkor, ami nem kell hozzá más bacillus vagy vírus másoktól, hanem ami bennünk van, bacillus vagy baktérium, akár a mindennapi életfunkcióink ellátásához, akkor azok el tudnak szaporodni. Ha el tudnak szaporodni, és miért tudnak elszaporodni? Mert szeretik. Szeretik azt a helyet. És ott könnyebben, jobban érzik magukat. Több, ők abból nyernek energiát. És akkor megbetegszünk. Tehát visszavezethető megint a földsugárzásra. Ezt nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Jó kérdés. De a kutya nem szereti, az biztos. A többi állat, a macska szereti. A macska, amikor nagyon negatív energiát, nagyon rossz gondolataid vannak, akkor oda megy hozzád, és addig keresztget, hogy el nem viszi. Vagy ha valami, valakinek a szobájában van macska, akkor ahol, amelyik testrésze fáj, oda fekszik mellé. És elviszi, szerette meg. Ő így van összerakva. Én nagyon határeset állat egyébként. Majd ha a történelmet megnézitek, hogy a macskát hova teszitek. Nem az a kategória, mint egy sólyom. Valaki még ott jelentkezett. Tessék parancsolni. Kérdezni akar? Nem? Igen, nem? Nem? Jó. Tehát a növények közül is van olyan, ami a földsugárzást szereti. A gombák, a pálmák, a tölgyfa, az oliva, a paradicsom és az összes gyógynövény. Ugye, ha azt nézzük, hogy a homeopátia, vagy a homeopátia elvén működő dolgok hogyan működnek, akkor egy kicsit, ha a gyógynövényekbe belegondolunk, akkor pont azokat a hasonlót a hasonlóval, ugye a homeopátiának az alapja, akkor már valami összefüggés van a földsugárzást, hogy szereti a gyógynövény, akkor már ebből lehet egy kis olyan túlságosan messze menő következtetés, nem? De azért lehet összefüggéseket találni, ha egy kicsit ebben belemélyed az ember és ebben foglalkozik. Van olyan állat, ugye, amely menekül a földsugárzástól. Hát legfőképpen a gólyára szoktam, és annak a képe is van egy kedvenc madaram. Tehát a gólya csak olyan helyen fészkel, ahol körülötte is földsugárzásmentes. Hiába tesznek fészek helyeket föl sok-sok helyre, akár bármelyik faluba, hogy szeretnék, hogy az a sok gólya költöző, mert hogy szeretnék, hogy a falu föléledjen, mert ugye a gólya hozza a gyerekeket is, ugye? De mégse fészkel oda a gólya, mert nem földsugárzásmentes helyen van az az oszlop, vagy az a villanyoszlop, mert ugye volt úgy, hogy egy kocsikereket is egy oszlop végére felállítottak, és oda fészkelt a gólya. Mert ez ritkán történik meg, épp azért, mert hogy nem földsugárzásmentes terület. Ez ki az középüt, ami középüt van jóformán, azt szereti a legjobban, mert ugye elég nagy helyet foglal le a gólya fészke, és amikor a gyermekei vannak is eteti, akkor se szeretnék egy rövid időre se benne állni a földsugárzásba. Vagy például a ló, vagy a tehénnek elapad a teje. A ló lesántul, lebetegszik, fénytelen lesz a szőre. Tehát ilyen tapasztalatok is vannak. Az András mesélt nekünk annak idején, amikor a tanfolyamon, hogy volt az egyik helyen, hogy megvették a gyönyörű mént, a gyönyörű új istállóba beállították, eltelt egy-két hónap, és egyre-egyre épült le a gyönyörű paripa. És kiírták őt is. Nézte, egy hosszan divízér volt abban a kenelben, amiben a lovat beállították, és már csak feküdni tudott a ló akkor, amikor őt kifitte. Az állatorvos nem tudott vele mit kezdeni. És mondta, hogy na akkor
megenergiázzuk, állítsuk föl, és a másik kanálba állítsátok be, és ott már jó lesz. Két hét múlva magától tehát talpra állt a paripa, és újból fényes lett a szőre. Tehát ezek a gyönyörű tapasztalatok. Tehát akiről olyan sokat beszéltem már, és emlegettem, Kovács Magyar Andrást láthatjátok. Láthatják a tanítom, példaképem, és ennek a földsugárzás módszerének a térképnek a feltalálója, ha úgy mondjuk, vagy megalkotója. Konkretizálva tehát, hogy milyen betegségeket tud okozni a földsugárzás. Legfőképpen a partmon keresztekre hívnám fel a figyelmet, a többi is tud okozni problémát, akár egy szíven átmenő Hartmann zóna, az például ingadozó vérnyomást, vagy ritmuszavart tud okozni. Ha viszont a fejem van például a Hartmann kereszteződés, akkor epilepszia, agydaganat, látás, halláskárosodás, de erőteljes romlást tud okozni. Ezért is érdemes odafigyelni, hogy a fekhelyünk hogyan van, és minden esetben, ha akinek nincs kimérete a fekhelye, azt tegyen magáért, mert segíts magadon, az Isten is megsegít. Ha lejjebb haladunk, ugye, ahogy haladunk és ér, 30 centi az akár, hogy nézzük egy A4-es lap, az 297 mm, tehát ha beforgatjuk magunknak, akkor már tudjuk, hogy az a test hosszában jóformán lehet teljesen lefelé, még igényel kisebb embert is, mint ennyi. Tehát a szívinfarktust okozni, ha a szív benne van abban a Hartmann kereszteződésben, a pajzsmirigy benne van, ott is hatalmas gondokat, alul vagy túlműködés. A pajzsmirigynek nagyon, nagyon érdekes a működése, hogy a földsugárzástól nem lehet meghatározni azt, hogy most alul működik vagy túlműködik. Kinek-kinek ez genetikai befolyás is okozhatja ezt a különbséget, úgyhogy ezt nem lehet meghatározni, hogy melyiket okozza, de erőteljes pajzsmirigy gondokat tud okozni. Ugyanakkor légúti megbetegedéseket, minden álfaját, torokkapalástól kezdve, nem csak attól, hogyha valaki nem tud kimondani dolgokat, és ott a gombóc neki a torkában, mert valaki szemben nem tudja a kapcsolatáit úgy alakítani, hogy elmondja neki, akkor gombóc van a torkában, biztos tapasztalták már. És a torokgyulladást is. Sorolhatnánk egy-egy dolgokat tovább, de nem akarom a betegséggel terhelni, inkább az egészség felé haladjunk. Majd figyelmeztetésként van ezek a dolgok inkább. Tehát a harmad csomópont, ha lejjebb van, a hölgyeknél mély problémát, a férfiaknál prostata gondokat és újabb gondokat, térközületi problémákat, ha lejjebb ér. És igen, erőteljesen lehet, hogy föl se bír állni az ember egy idő után, vagy nagyon nehezen, és bedurrod az egész térd, és utána meg nem győzünk rajta dolgozni, amikor már kifeküdt a földsugárzásból. Ami a legveszélyesebbnek tartott, egyik legveszélyesebbnek tartott vízér földsugárzás, a hosszanti vízér földsugárzás, amikor ugye 30 centiméterről beszéltünk a Hartmann zónán. A vízér általában 40, 50, 60 cm, akár 2 méter is lehet, de az elég ritka. Jó, tudom is, kevés, de az a 60-70 cm a jellemző. A leukémiát, Parkinson-kort, szklerózis multiplexet, gyomorvérzést, érszűkületet, PCP-t, Bechterev-kort tud okozni. A leukémiát legfőképpen gyermekeknél lehet tapasztalni, hogy a gyermekek hosszanti vízérbe fekszenek, ő rájuk jellemző, hogy ők kapnak leukémiás megbetegedést. A felnőtt korban van már inkább a Parkinson-kor, vagy a szklerózis multiplex, vagy a Bechterev-kor. Például a gerinc mellett az egész izomzat becsontosodik, úgymond, bekeményedik az egész. Ezért soroljuk fel, hogy minél jobban felhívjuk rá a figyelmet, és figyeljünk magunkra. Nem a szomszédot, magunkra. Mert mi vagyunk az elsők. Ugye a Fradi meg a második. Szokták mondani. Ha a fejem megy át, rettentő veszélyes ez is. Depressziót okoz elsődlegesen, önuralom hiányt,
és utána öngyilkosságba való menekülést, és meg is próbálják, több emberre találkoztam én is, aki megmérem az óráját, vízért keresztül a fejét, mondom, öngyilkosságok gondolatai nincsenek? De hogy nem, már meg is próbáltam, mondom szépen, és mondom a 8 hónapos gyerekedben mi van akkor? Nem volt ilyen is. Hát nem tudja, akkor úgy gondolta. Jó. Tehát nem csak a környezetünk befolyásol bennünket, ez is a környezetünk, ugye? Tehát itt élünk ezen a csodálatos földbolygón, de én azt szoktam mondani, hogy a természetet meghazudtolni nem szabad és nem lehet. A természettel együtt kell élni. A jó tulajdonságait kihasználni, a rossz tulajdonságait pedig kikerülni. Ugyanúgy, mint a jó emberrel barátkozni kell, a rossz emberrel, meg a hülyéket ki kell kerülni. A hülyeség ellen nincs gyógyszer. Ami még ugyancsak a veszélyes zónákba tartozik, ugye a Hartmann és Vézér kereszteződés. Minden esetben ez hosszabb idő után lehet ez egy év is ez a hosszabb idő, vagy öt év is. Ebben a kereszteződésre fekszik valaki, attól függően, hogy ő genetikailag melyik szerve a leggyengébb, ott rákos megbetegedés alakul ki. De lehet ez több szerve is, nem csak egyben szükséges, hanem többve is. Tehát ezt lehet még ragozni akkor, azt mondom, hogyha valakinek itt a Hartmann kereszteződés, ugye meg még a vízér, ugye? Lehet fokozni. Ott az lehet, hogy egy fél év alatt kialakul egy olyan rákos betegség, ami nagy-nagy gondot tud okozni. A környezetünkkel, még egyszer mondom, együtt kell élni, és a jó tulajdonságait kihasználni, a rossz tulajdonságait pedig kikerülni. És a cél, és a megoldás az, hogy egy olyan helyre tegyük a fekhelyünket, ahol földsugárzásmentes vízér és Hartmann sugárzásmentes. Ha el tudják fogadni, jól tudják érezni magukat. Ha nem, hát akkor még tapasztalni kell egy kicsit, és majd várnak esetleg egy hónapot, két hónapot, egy fél évet, vagy egy évet, és utána jönnek rá, hogy hát mégis mondott az az ember valami. Senkinek nem kötelező, egy lehetőség. Egy út. És a kulcs, ugye? Mint említettem. A kulcs az, hogy hívjunk egy szakembert, és méressük ki a fekhelyünket. Ez a megoldás kulcsa. Egy szép kulcsot találtam az interneten. És azt a szakembert én ismerek egyet, és itt van közöttünk, Ecete Mihály, fogadják szeretettel.